Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Tihanyból, a Sárga Sáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Tihanyban, a Sárga Sáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit konkrétan itt rögzítek, a Tihanyi félszigeten. És akkor én a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát szépen fordulok is egy 180 fokot, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor most konkrétan megmutatom azt, hogy melyik irányból érkeztem az ezt megelőző videómban. Én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát arról jöttem az ezt megelőző videómban, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát én a továbbiakban nem arrafelé fogok haladni, hiszen onnan jöttem. Amúgy arrafelé van a szófő, tehát abba az irányba van a szófő, illetve arrafelé van a apáti templom is, ahonnan a mai kis túrámat tulajdonképpen elkezdtem. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát én a továbbiakban nem arra haladok, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis túrámat itt a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem! És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már szépen haladok is tovább, tehát folytatom is tovább a én kis túrámat itt a Tihanyi félszigeten. Remélem, hogy a továbbiakban is velem fogtok tartani ebben a újabb kis sétában, illetve túrában, illetve ebben a videóban. Hát itt van némi kőleomlás, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van némi kőleomlás, ahogy láthassátok. És akkor szépen haladok tovább természetesen. Folytatom tovább a én kis túrámat, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen elkezdem megmászni, sőt, már az ezt megelőző videómban elkezdtem megmászni a csúcshegyet, ami egyébként Tihanynak a legmagasabb pontja, mert tényleg a csúcshegy Tihanynak a legmagasabb pontja tulajdonképpen, hova most is éppen mászok fölfelé. És ugye, hogyha néztétek az ezt megelőző videókat, ugye abból már láthattátok, hogy ugye elkezdtem megmászni a csúcshegyet, sőt, már az Apáthegyet is megmásztam, és a Nyereghegyet is konkrétan átmásztam teljes egészében, de mindezt láthassátok az ezt megelőző videókban. Köszönöm szépen! Nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és ott láthassátok, hogy tulajdonképpen most éppen miről is beszélek. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor itt jön egy újabb lépcsősor,
ami már föl fog vinni a csúcshegynek a tetejére. Tehát ez lesz az utolsó lépcsősor, ami felvisz a csúcshegynek a csúcsára, úgymond. És akkor láthassátok, hogy el is kezdtem felfelé lépcsőzni. Tehát láthassátok, hogy elkezdtem felfelé lépcsőzni kőkeményen. És szépen mászom megfelé a csúcshegyet. Mert tényleg mászom megfelé a csúcshegyet. Ahogy láthassátok ezen a felvételen. És mindjárt fönn is vagyok a csúcshegynek a csúcsán tulajdonképpen. Tehát mindjárt fel is érek a csúcshegynek a csúcsára. Ami mindjárt meg is lesz. Hát még egy kicsit mászunk fölfelé. És íme föl is értem a csúcshegy tetejére. És ez itt maga a csúcshegynek a teteje tulajdonképpen, ahol most éppen állok. Tehát ez Tihanynak a legmagasabb pontja. Mert tényleg ez Tihanynak a legmagasabb pontja. Mert tényleg ez az. Tehát ez Tihanynak a legmagasabb pontja konkrétan. És maga így néz ki a csúcshegyről a kilátás, ha a fák nem takarnák. De ugye a fák ezt most szépen takarják. De itt vagyok fönt a csúcshegy tetején tulajdonképpen. A csúcshegynek a csúcsán konkrétan. Ami egyébként Tihanynak a legmagasabb pontja, nem mellesleg. És akkor itt szépen körbe meg is kerülöm, mármint a csúcshegynek a csúcsát. Tehát láthassátok, itt vagyok fönt a csúcson. Amúgy a mai túrámnak is ez a csúcspontja tulajdonképpen, mert tényleg ez a mai túrámnak a úgymond csúcspontja. Hisz a mai napon ennél magasabban már nem leszek, mint ahol most éppen vagyok. Tehát ennél magasabban már nem leszek a mai napon. És akkor itt van maga a csúcshegynek a csúcsa, ami itt látható. Hát itt van egy ilyen kráterszerűség. Tehát láthassátok, itt van egy kráter. Tehát itt van egy kráter itt a csúcshegynek a csúcsán. Tehát láthassátok, hogy van itt egy kráter. És akkor szépen meg is kerülöm ezt a krátert. És akkor itt van a csúcsot jelző kő is tulajdonképpen. Tehát láthassátok, hogy ott van a csúcsot jelző kő is. Tehát az ott a csúcsot jelző kő, ami konkrétan ott látható. Tehát íme. Ez itt Tihanynak tulajdonképpen a legmagasabb pontja. Mert tényleg ez Tihanynak a legmagasabb pontja. És itt van maga a csúcsot jelző kő is. Tehát itt van, láthassátok, hogy ott van a csúcsot jelző kő is. Tehát ott van. Láthassátok ezen a felvételen. Így meg is mutatom. Tehát ott van a csúcsot jelző kő. Tehát ez a csúcshegynek a csúcsa tulajdonképpen. És egyben a mai túrámnak is a csúcspontja. Mert tényleg ez a mai túrámnak a csúcspontja. Ennél magasabban a mai napon már nem leszek. Itt a Tihanyi félszigeten. Tehát ez a mai túrámnak a csúcspontja is egyben. És itt van ugye a csúcsot jelző kő is tulajdonképpen, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor itt vagyok fönn tulajdonképpen a csúcshegynek a csúcsán, a szó legszorosabb értelemben. A szónak a legszorosabb értelmében itt vagyok a csúcshegynek a csúcsán, ami ugye Tihanynak a legmagasabb pontja. És akkor a túrámat a továbbiabban majd arra felé fogom folytatni, tehát a továbbiabban majd arra felé fogok haladni, vagyis le fogok térni a sárga sáv túraútvonalról, és rá fogok térni a zöld háromszög túraútvonalra, és a továbbiakban majd a zöld háromszög túraútvonalon fogok haladni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Tehát én a továbbiabban majd arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogom folytatni az én kis túrámat, és akkor innentől kezdve majd a zöld háromszögön fogom folytatni a mai kis túrámat.
Ugye idáig ugye a sárgasávon jöttem, mert tényleg idáig a sárgasáv túraútvonalon jöttem, méghozzá abból az irányból jöttem konkrétan, tehát én konkrétan ugye abból az irányból jöttem, arra felé van a szófő, tehát abban az irányban van a szófő, és arra felé halad a sárgasáv túraútvonal, tehát abban az irányban halad a sárgasáv túraútvonal, én abból az irányból jöttem, és arra felé van konkrétan a szófő. És én majd a továbbiakban, majd a zöld háromszögön fogom folytatni, ami konkrétan itt kezdődik, tehát itt kezdődik a zöld háromszög túraútvonal, és majd arra felé fogok haladni a továbbiakban, tehát abba az irányba fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arra felé fogok majd haladni, csak itt a csúcshegyen még egy kicsit még itt kerülök egyet, mert azért minden nap nem vagyok itt, mert tényleg nem vagyok itt minden nap, itt a csúcshegy tetején, a Tihanyi félszigetnek a legmagasabb pontján, mert ugye ahogy mondottam, ez a Tihanyi félszigetnek a legmagasabb pontja, maga ez a csúcshegy, ahol most is éppen tartózkodom. És akkor folytatom hamarosan tovább a én kis túrámat. És a sárgasáv túraútvonal az konkrétan arra felé folytatódik, tehát abba az irányba folytatódik a sárgasáv túraútvonal, és halad egészen a Tihanyi révig, maga a sárgasáv túraútvonal, az konkrétan arra felé folytatódik. Tehát arra felé folytatódik a sárgasáv túraútvonal. És itt van itt lejjebb egy kilátópont, ahonnan azért még megmutatom a kilátást, hogy milyen, mert azért van itt lejjebb egy kilátópont, ahonnan még meg tudom mutatni a kilátást, hogy milyen is innen a kilátás konkrétan, ami ugye nagyon szép, íme. Láthassátok, hogy nagyon szép innen a kilátás, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki maga a táj, ahogy láthassátok. És ez pedig itt a Balatonnak a nyugati medencéje. Tehát ez itt maga a Balatonnak a nyugati medencéje, ami konkrétan itt látható. És így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát maga a táj az így néz ki. Íme. Tehát így néz ki maga a táj, ahogy láthassátok ezen a felvételen, íme. És ez pedig itt ugye a Balatonnak a nyugati medencéje, mert tényleg ez a Balatonnak itt a nyugati medencéje. És akkor ilyen a táj innen föntről nézve, innen a csúcshegy oldalából. Tehát ilyen maga a kilátás. Tehát íme, ilyen a kilátás, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Íme. Gyönyörű szép, mert tényleg ő baromi szép, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg baromi szép, ezt nézzétek, milyen jól néz ki, tök szép az egész, ahogy látható ezen a felvételen. Higgyétek el, élőbe sokkal szebb, mert élőbe tényleg sokkal szebb. Én már csak tudom, hiszen itt vagyok és látom. Még ti csak ugye videón keresztül látjátok mindezt, amit én élőben látok. Ez élőben amúgy sokkal szebb, mint így a videón keresztül, ahogy ti látjátok. Amúgy nagyon szép, tényleg, csodálatos. És akkor ezt így még egyszer megmutatom, és folytatom tovább a én kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. Ezt így jól megmutatom még. Ezt nézzétek. Fantasztikus. És akkor szépen haladok is tovább, természetesen. Tartsatok velem a továbbiakban is. És akkor szépen haladok is tovább itt a csúcson. És ahogy mondottam, ugye ez itt a csúcshegy, ahova most éppen fölkapaszkodtam, ami egyébként Tihanynak a legmagasabb pontja, nem mellesleg,
de ezt már az előzőjekben elmondtam, és akkor szépen haladok is tovább, méghozzá errefelé. És akkor innentől kezdve a zöld háromszög túra útvonalon fogok haladni, és elkezdek ugye lefelé ereszkedni innen a csúcshegy tetejéről, csúcsáról. És akkor innentől kezdve szépen jó meredeken elkezdünk lefelé ereszkedni. Láthassátok, hogy baromi meredek, mert tényleg baromi meredek ez itt lefelé, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen elkezdek leereszkedni. Húha, azért nekem is oda kell figyelni. Oké. És akkor szépen haladok lefelé. És akkor ugye mostantól kezdve már a zöld háromszögön haladok, hiszen a sárga sávot magam mögött hagytam, mármint a sárga sáv túra útvonalat. Akkor innentől kezdve szépen haladok a zöld háromszögön. Mert hogy itt Tihanyban van ilyen, hogy zöld háromszög túra útvonal. Mondjunk, ezt a túraútvonalat elég ritkán használják. Még ez nincs is annyira kitaposva, mint a sárga sáv túraútvonal. Mert tényleg nincs annyira kitaposva. Azért itt kevesebb ember jár errefelé. Hát én is nem is tudom, mikor voltam itt utoljára. Még azt hiszem 2021 telén voltam ezen a részen utoljára, mármint itt a zöld háromszögön. Tehát ugye 2021 tele az nem most volt, hiszen ugye 2023 tavasza van konkrétan. Tehát utoljára ezen a részen, ahol most éppen járok, 2021 telén jártam. És akkor is ugye készültek videók, természetesen azok a videók megtekinthetőek az én kis YouTube csatornámon. Nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És akkor itt van maga a zöld háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és akkor szépen haladok itt a zöld háromszög túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. Akkor szépen haladok is tovább, itt a zöld háromszögön. Elkezdtem ugye lefelé ereszkedni innen a csúcshegyről. Tehát szépen elkezdtem lefelé ereszkedni. Jó meredeken, mert amúgy elég meredek, mert tényleg baromi meredek ez itt. De mondjuk fölfelé se jobb itt jönni, hiszen én már jöttem itt fölfelé is, méghozzá ugye pont 2021 telén jártam itt, 2021 telén jártam itt utoljára, és akkor pont fölfelé haladtam, nem pedig úgy, mint most, hogy lefelé. És itt azért van némi akadály, láthassátok, hogy vannak itt keresztbe kidőlt fák minden mennyiségben, hogy van itt némi akadály. Ahogy mondottam, ez az útvonal, ez ritkában van használva, tehát azért olyan sűrűn nem járnak erre. Pont az véget, mert baromi meredek, tehát az véget itt erre nagyon járnak olyan sűrűn, a meredekség véget, mert eléggé meredek, ahogy láthassátok ezen a felvételen, mert tényleg baromi meredek. És akkor szépen ereszkedek lefelé természetesen, szépen óvatosan és fokozatosan.
Hát nehogy azt higgyétek, hogy lefelé könnyebb, mint fölfelé. Csak annyi, hogy nem kell akkorát erőlködni, míg az ember, amikor ugye fölfelé mászik, akkor ugye erőlködni is kell valamelyest. Lefelé meg pont az a baj, hogyha az ember egy kicsit nem erőlködik, tehát hogy túl könnyen halad lefelé, akkor itt könnyen megindulhat úgy lefelé az ember, hogy csak a fák fogják meg, ami meg ugye nem a legegészségesebb. És akkor szépen haladok lefelé, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor folytatom tovább a én kis túrámat, itt a Tihanyi félszigeten. És valójában elkezdtem a falu felé haladni, tehát maga a Tihany felé elkezdtem haladni, mert ez a zöld háromszög túraútvonal tulajdonképpen ez a Tihanyi hajóállomásig levisz, mert tényleg levisz a Tihanyi hajóállomásig, ez a zöld háromszög túraútvonal, de közben ugye meg fogja mászni a kis erdőtetőt is, mert a zöld háromszög túraútvonal ugye érinti a kis erdőtetőt is. Itt a Tihanyi félszigeten. És akkor szépen haladok lefelé, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor folytatom tovább a én kis túrámat. Ugye most már lefelé haladok kőkeményen. Hát a mai napon talán még lesz egy hegymászásom. Ugye az nem más lesz, mint a kis erdőtető, amit még a mai napon szerintem meg fogok mászni. Tehát az valószínű, hogy a kis erdőtető lesz, amit még úgymond a mai napon megmászok. És akkor szépen haladok tovább itt a zöld háromszögön. És akkor ugye az ellenfény is megszűnt létezni, hiszen pont a másik irányba haladok. Tehát megszűnt létezni az ellenfény is, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát konkrétan ugye a csúcshegynél, ugye a csúcshegyig ugye ellenfénybe mentünk, tehát a csúcshegyig, amíg fölértem, addig ellenfényes volt a videó, de ezt láthattátok ebben a videóban, meg az ezt megelőzőekben is, hogy idáig jóformán a nappal szembe haladtam, most pedig ugye már a nap már kezd majd mögöttem lenni, mert ugye elkezdtem visszafelé haladni, Tihany irányába, tehát magába a faluba kezdtem el haladni, a falu felé konkrétan, mert tényleg a falu felé haladok, itt a zöld háromszögön. És a zöld háromszög túraútvonal, ahogy mondottam, ugye, ez levisz egészen a Tihanyi hajóállomásig, mert ott van vége ennek a zöld háromszög túraútvonalnak. Tehát a Tihanyi hajóállomáson van a vége. Az eleje meg ugye ott van, ahonnan elindultam, ugye a csúcshegy tetején van ennek a zöld háromszög túraútvonalnak az eleje. Hogyha innen nézzünk, amerről most én haladok, tehát ha innen nézzünk, amerről most én haladok, ugye akkor az eleje az a csúcshegyen van ennek a zöld háromszög túraútvonalnak, míg a vége pedig a Tihanyi hajóállomáson van konkrétan. És ugye, ahogy mondottam, meg láthattátok az előzőjekben, ugye a zöld háromszög túraútvonal tulajdonképpen a sárga sáv túraútvonalból ágazik ki. Tehát a sárga sávból ágazik ki maga ez a zöld háromszög túraútvonal. Tehát ez magából ugye a sárga sávból ágazik ki, és halad egészen ugye a hajóállomásig, ahogy mondottam a előzőjekben. És akkor szépen haladok én is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor folytatom tovább a én kis túrámat. És akkor szépen elkezdek most haladni a falu irányába, tehát magába Tihany felé elkezdtem haladni, magába befelé a faluba. És ahogy mondottam, ugye ez a zöld háromszög túraútvonal keresztül is halad ugye Tihanyon, magán a falun, mert keresztül halad,
hisz ugye a kikötőnél van a vége konkrétan ennek a zöld háromszög túra útvonalnak, mert tényleg a kikötőnél van a vége. Így hát ugye nyilván akkor a falun is keresztül halad, ebből ugye adódik, hogy keresztül halad a falun. Mármint ez a zöld háromszög túra útvonal. És akkor itt mindjárt balra fogok kanyarodni, hirtelen. És akkor ténylegesen is elkezdek a falu felé haladni, tehát Tihany felé. Tehát ténylegesen is elkezdek Tihany felé haladni. Ugye itt van az elágazás. És ugye arra felé folytatódik ez a zöld háromszög túra útvonal. Tehát abba az irányba folytatódik. És akkor mutatom, hogy én melyik irányból jövök. Én ugye konkrétan abból az irányból jövök. Ugye arra felé van a csúcshegynek a csúcsa. Tehát arra felé van a csúcshegynek a csúcsa. Én abból az irányból jövök. Tehát az konkrétan arra felé van. Én abból az irányból jöttem. És így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme. Tehát így néz ki maga a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen, íme. Hát láthassátok, hogy egy erdőnek a szélén vagyok tulajdonképpen. És akkor én a továbbiakban arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba folytatom tovább a én kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor, ahogy látható ezen a felvételen, én már folytatom is tovább az én kis túrámat, itt a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok, köszönöm szépen! És akkor szépen haladok itt a zöld háromszög túra útvonalon. Hát most már szerintem csak ezen a zöld háromszög túra útvonalon fogok haladni, egészen vissza Tihanyig. Tehát valószínűleg visszahaladok Tihanyig egészen, ezen a zöld háromszög túra útvonalon. És majd ugye a mai túrám az ott fog majd véget érni, amikor majd megérkezek Tihanyba, tehát magába a faluba meg fogok érkezni. Tehát ott fog véget érni a mai kis túrám, ezen a vasárnapi napon. És akkor szépen haladok tovább itt a zöld háromszögön. Ugye most már a fények is, a fényviszonyok is jók, hiszen ugye most már a nap ugye inkább mögöttem van, nem pedig előttem. Mert ugye amikor jöttem végig ugye a sárgasáv túraútvonalon, mióta elindultam ugye az apáti templomtól, azóta szinte mindvégig ellenfényes volt a felvétel, tehát mindvégig a nappal szembe haladtam, de ezt láthassátok, ha megnéztétek a ezt megelőző videókat. Köszönöm szépen! És itt van némi útakadály. Hát itt keresztbe ki van dőlve egy fa, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Itt szépen keresztbe ki van bukva egy fa. Hát ezt most valahogy ki kéne kerülni, de pont elzárja az utat, ez a kidőlt fa tulajdonképpen, mert tényleg elzárja az utat, tehát ki kell kerüljem itt a bozótoson keresztül, itt az erdőn, itt a bozóton keresztül kikerülöm valahogy. Basszus. Hát jó, hogy a bozótba egy kicsit itt most bóklászni kell, itt a bokrok között, mert ugye pont úgy van kidőlve a fa, hogy a utat teljes egészébe keresztbe elfoglalja. Egy kicsit itt a bozótosba kell úgymond bóklászni. Bejöttünk rendesen a sűrűjébe. Na, vissza kijöttünk az útra. Hát ki kellett kerülni ezt az akadályt. Mindjárt itt mutatom, hogy mit kellett kikerülni. Így mindjárt megmutatom. Kicsit visszátolatok, és akkor mutatom, hogy mit kellett kikerülni keresztül itt a bozótoson. Ugye itt jöttem ki a bozótoson. Ugye ezt kellett konkrétan kikerülni. Tehát itt láthassátok, hogy itt keresztbe ki van dőlve egy fa, ami tulajdonképpen teljes egészében
elzárja az utat, mert tényleg teljes egészében elzárja az utat, ahogy láthassátok, ez a keresztbe dőlt fa, tehát teljes egészében elzárja ugye az utat, és akkor folytatom tovább a én kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor szépen haladok tovább itt a zöld háromszög túraútvonalon méghozzá arrafelé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor folytatom tovább a én kis túrámat, itt a zöld háromszög túraútvonalon. Ugye most már itt vagyok a zöld háromszögön, és szerintem mindvégig már ezen a zöld háromszög túraútvonalon fogok maradni, és szépen ezen fogok visszasétálni egészen Tihanyig, tehát a faluig, ahol majd nyilván meg fogok várni egy buszt, és vissza fogok utazni Veszprém városába. És akkor haladok tovább itt a zöld háromszögön. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És mivel, hogy ez a videó már több mint fél órája megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, én majd a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arra felé fogok haladni a továbbiakban, de ez majd egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Tihanyból, a Zöld Háromszög túraútvonalról. Sziasztok!